Tárcim Ladonicki Réka a Szavária Múzeum régésze, aki 2006-ban diplomázott Budapesten és 2008 óta él Szombathelyen. A munkálatokra tavaly októberben nyílt lehetőség a püspöki palota lebombázott északi szárnyának újjáépítése kapcsán. Ez a terület az ókori Szombathely életében is kiemelt fontosságú volt, hiszen az úgynevezett helytartói palotakomplexum állt egykor ezen a helyen. Viszonylag kicsi területen ilyen jelentőségű épületeket sikerült megfigyelni, szerencsének köszönhető, ugyanis rendkívül jó helyen sikerült a feltárásokat végeznünk, és a néhány falból álló régészeti emlékekből egy három helységes épületcsoportot sikerült rekonstruálnunk. A feltáráskor sírok és az egykori épületkomplexum lábazatát díszítő márvány és porfír díszburkolatlapok töredéke is előkerültek. A feltárás egy része a püspöki palota pincéjében a nagy közönség előtt is látható lesz. Az előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szombathelyi csoportja szervezte, a város támogatásával.